Újvidék városnapját 23. alkalommal ünnepelte meg a Vajdasági Magyar Szövetség újvidéki városi szervezete. Ez mindig egy nappal a valódi hivatalos évforduló előtt van, tehát minden január 31-én üljük meg ezt az ünnepet. A számukra nagyon fontos az, hogy ilyenkor érezzük nem csak a városnak a támogatását azáltal, hogy a polgármester is jelen van, hanem a VMS-nek a tisztségviselői is megjelennek itt, és a jelenlétükkel éreztetik azt, hogy az egész Vajdasági Magyar Szövetség, az egész közösség az újvidékiek mellett, az újvidékiek mögött van. Az ünnepségen mások mellett beszédet mondott Újvidék testvérvárosának, a magyarországi Pécs városának alpolgármestere Zag Gábor, valamint Magyar József, Magyarország belgrádi nagykövete is. A nagykövet beszédében elmondta, fontos megőrizni és tovább vinni az összefogás értékét. Azt gondolom, hogy közös feladatunk, hogy a történelmi múltat szebbé tegyük, és az ünnepet és az ünnepre épülő eredményeket is a közeljövőben együtt gyarapítsuk. Köszönöm szépen! Milán Gyurić, Újvidék polgármestere a rendezvényen megemlékezett Pásztor Istvánról, aki szerinte Szerbia és Újvidék nagy barátja volt, és aki szavai szerint sokat tett a szerb és a magyar nép jó kapcsolatáért. Milán Gyurić emellett az újvidéki magyarokat is érintő városi fejlesztésekről is beszélt. Petefi je ušao također i u okviru mreže kulturnih stanica grada Novog Sada, među 12 kulturnih stanica koliko grad Novi Sad ima za sada. Također i ovo pozorište Novosadsko gde se danas nalazimo, pomažemo preko gradske uprave za kulturu. A rendezvényen hagyományosan a kiválósági díjakat is kiosztották. Az újvidéki Tarján család a sport terén, Erdei Szabolcs egyetemista pedig a tudomány terén elért eredményeiért érdemelte ki az elismerést. Nagyon-nagyon örülök ennek az elismerésnek, és nagyon örülök, hogy az a munka, amit még középiskolába kezdtem, kifizetődő. Dr. Pásztor Bálint, a VMS megbízott elnöke az ünnepségen elmondta, Újvidék a vajdasági magyarság egyik központja, azért nagyon fontos, hogy itt megfelelő életkörülmények legyenek, illetve hogy a magyarság megmaradása, fejlődése szempontjából fontos beruházások megvalósuljanak. Hangsúlyozta, hogy a magyar szó épülete is meg fog újulni a következő időszakban, ahol bölcsöde, sajtómúzeum és konferenciaterem is helyet kap. Olyan modern tartalmak, amelyekre a 21. században mindenképpen szükség van, tette hozzá dr. Pásztor Bálint. Nagyon fontos, hogy itt sok nemzeti közösség békében éljen, és mindenkinek a jogai tiszteletben legyenek tartva. Nem mondtunk le továbbra sem az ártatlan áldozatok, a 44-es áldozatok emlékére, tiszteletére felállítandó emlékműnek a felállításáról. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az idei évben ez a célkitűzés is, amelyet az újvidéki magyarok teljes joggal várnak, immár évtizedek óta megvalósuljon. A közönség az Urbán András által rendezett Történt egyszer Újvidéken című előadásból is láthatott egy részletet, valamint az Újvidéki Európa Kollégium kórusa is fellépett az ünnepségen.